Szabadszálláson vagyunk, ahol 5. alkalommal szervezték meg a Kolbásztöltő Fesztivált. Nagyon sok programmal készültek a szervezők, mégis a fesztivál fénypontja a Kolbásztöltő verseny. És itt van velem Farkas Zoltán, a Honvéd Nyugdíjas Klub elnöke. Üdvözlöm, önök is részt vettek a versenyen. Hogyan készült el a kolbász? Hát most már 5. alkalommal veszünk részt ezen a Kolbásztöltő Fesztiválon. Általában mindig eredményesek voltunk. Tavaly végképpen, mert nyertünk, tavaly egy 15 kilós nagy füstölt csonkát. Aztán együtt a nyugdíjas klub székben babujással megfőzte és elfogyasztottuk. Hát az, hogy készül. Hát nem mindegy, hogy hogyan készül, mert ha a kolbászt füstölésre készítjük, akkor nagyobbra lehet darálni a húst. Ha viszont azonnali fogyasztásra, akkor úgy, hogy apróra kell darálni, és akkor itt a sütésnél ez egy fontos szempont. Hát kérem, a titkos dolgokban az van, hogy először is a só mennyisége az nagyon meghatározó, az kötött. A són kívül használunk őrölt paprikát, használunk borsot, használunk egy kis köménymagot és fokhagymát. A fokhagymát be lehet tenni főzötten, avagy nyersen és ledarálva. Ha nyers fokhagymát rakunk, akkor úgymond egy kicsit illatosabb a kolbász, ha főzött, akkor kevésbé. Na de a són kívül minden olyan dolog, ami elkészül, az ízlés kérdése, hogy hogyan csinálják. Mi most ma 20 kiló húst dolgoztunk föl. Az eddigi tapasztalatok szerint ugye egyrészt bekerült a zsűrihez elbírálásra a kolbászok, készítettünk 5 félét, és most a többi, ami elkészült, az pedig úgy van, hogy akik fogyasztják, azok mondanak itt ítéletet, úgymond ennek az ötfős brigádnak a mai napi tevékenységéről. Eddig csak pozitív véleményt hallottunk, mindenki azt mondta, hogy ehető volt, sőt, azt mondták, hogy nagyon finom. És hát ugye a bél az, amire nagyon oda kell figyelni, ott is van egy kis titkos módszer, amivel nem szakad annyira az a bél. Hát kérem szépen, az van, hogy a bél, ha disznóvágásba készül, akkor egyszerű a dolog, mert megtisztítják és fölhasználják. Ha vett bél, tehát amiket itt lehet venni, azoknál az a nagyon fontos dolog, hogy ne legyen túl sózva, mert ha nagyon sok sóval áll, akkor a bél elgyengül, és akkor utána szakadozik, nem lehet föltölteni a kolbászt. Hát ezért fontos, ilyen apró dolgok azok, amelyek nagyon lényegesek, meg eredményessé teszik, vagy bosszúsággal töltik el a kolbásztöltő embernek a mai munkáját. Farkas Zoltánnak köszönöm szépen, és át is fordulunk Szabadszállás polgármesteréhez, Báldi Zoltánhoz. Üdvözlöm! Említettem, hogy nagyon sok programmal készültek. Mi várta eddig, és mi várja még a fesztiválozókat? Nagy szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Eddig gyakorlatilag a kolbászok előkészítése, a sütés és a bírálatra való leadások voltak. Ezután nem sokára eredményhirdetés következik. Természetesen sok kísérőműsorra, hiszen a gyerekeknek állandó programokat biztosítunk, és a felnőttek is folyamatos programokat kapnak, és biztosan jól érzik magukat. Tavaly több mint 1000-en fordultak meg itt a fesztiválon. Idén mennyien érkeztek és honnan, mert ha jól tudom, nem csak Szabadszállásról és a környékről jöttek a fesztiválozók. Igen, hát az idén biztos, hogy sokkal többen érkeztek a fesztiválra. Kiemelhetném, hogy a kubai nagykövetasszony is megtisztelte rendezvényünket ebben az évben. A német testvérvárosunknak a delegációja is megjelent, és ők külön bajor kolbászt is készítettek, és külön specialitásokkal is felléptek. Úgyhogy minél színesebbé próbáljuk mindig tenni a programot, és igazából ez az egész rendezvény az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködésének az eredménye. Civil szervezetek nagyon komolyan kiveszik a részüket a szervezésből, és az önkormányzat alapvetően a teret és a hátteret biztosítja, szervezésben, programokban pedig a civil szervezetek nagyon komoly szerepet játszanak. Szép példája az együttműködésnek, meg lehet nézni, hogy mindenki jól érzi magát. Báldi Zoltánnak köszönöm szépen, és várjuk jövőre a 6. ilyen fesztivált.